A tavaly október végén elejtett kelebiai rekord dámbikáról a Nimród vadászújság is büszkén számolt be. Azonban a hírhez tett hozzászólások között nem csak pozitív, hanem esetenként agresszív, vadászellenes tartalmak is megjelentek. Az eset pontos körülményeiről Hasulyó Péterrel beszélgettünk. Ez az egész az úgy történt, hogy szokásomhoz híven megosztottam az aktuális hírt, ugye én is a saját Facebook oldalamon, hogy az emberek lássák, minél több emberhez eljusson. Megindultak ugye a különböző negatív kommentek, illetve hát egyenesen lehet azt mondani, hogy fröcsögések. Általam nem ismert emberek kezdtek el írogatni az oldalon, és én úgy gondoltam, hogy ezt talán nem kellene szó nélkül hagyni, viszont nem ültem le egyből, hanem egy hétvégét, egy 3-4 napot gondolkodtam azon, hogy mégis mit lehetne erre írni. Igazából a vadászat ténye, illetve az a tény, hogy a vadászok a híreszteléseknek megfelelően igenis életeket vesznek el, ugye ez volt talán a kiváltó ok, és ez okoz ilyen furcsa indulatokat egyes emberekben. Akár tetszik, akár nem, a világon gyakorlatilag minden él, vagy nagyon sok minden az élőlények közül, és a legtöbb ember, én úgy gondolom, hogy rangsort állít föl közöttük. Valami fontos, valami kevésbé fontos, ugye régen ezt úgy nevezték, hogy valami káros, valami hasznos. Nem biztos, hogy ez egy jó dolog. Tehát nem biztos, hogy az ember jogosult arra, hogy az élőknek a sorába különbséget tegyen, és egyiket a másik fölé vagy alá helyezze. Éppen, hogyha meglátok egy pókot a szobába, akkor leütöm, mert jaj, de undorító. Pedig nagyon sok és nemes feladata van a póknak is a világban igazából, viszont ez szintén nem tudatosítja a mai ember. Aki volt már vadászni akármivel, akár íjjal, akár fegyverrel, akár vadászmadárral, vagy bármilyennyiben, az tudja, hogy ez egy nagyon nagy küzdelem, bármilyen formában is zajlik. És ugye a vad alul maradt, viszont az ember mindig is úgy volt, hogy nem lebecsülte, hanem tisztelte az ellenfelét. A vadászatnak igenis van létjogosultsága. Azonban, hogy ezt a civilekkel is megértessük, fontos, hogy ne csak felületes tudással rendelkezzenek az ehhez kapcsolódó fogalmakról. Ilyen ismeretlen jelentésű pont lehet például a vadkár meghatározása is. Ez ugye azt jelenti, hogy a vad az ő élőhelyén bizonyos fajta kárt okoz. Ez az élőhely, ez ugye jelenleg művelt erdő és mezőgazdasági terület. Ez mindig is a vad élőhelye volt, tehát nem ő került oda, hanem az emberi tevékenységek jutottak el a vad élőhelyére. Hogyha olyan táplálékot talál, ami az embernek is tápláléka lehet, illetve táplálékul termeszti saját magának, akkor nyilván azt fogja elfogyasztani. És ugye ezt nevezzük mi vadkárnak. Gabonában vagy az erdőben okozott kárt nyilván valakinek meg kell téríteni. A vadgazdának, ugye a terület vadállományával való gazdálkodó szervezetnek vagy embereknek kell ezt kitermelni. És ők ugye úgy tudnak bevételhez jutni, hogy vadászatokat értékesítenek. Nálunk például a vadászat jó része az trófeavadászat. Ez ugye azt jelenti, hogy a vadász számára a legértékesebb része a vadnak maga a trófea. A trófea igazából egy győzelmi jelkép, illetve egy emlék, ugye emléket állít egy bizonyos emlékezetes eseménynek, nevezetesen a vadászatnak. Ezt nagyon nehéz olyan embernek átadni, elmagyarázni, aki nem vadászik, viszont akit egy picit megcsap a vadászat szele, az mindig szeretne emlékezni az átélt eseményekre, és erre egy nagyszerű alkalom a trófea. Illetve a trófea az egy fokmérője az adott terület vadgazdálkodásának is, tehát a trófea minősége az megmutatja azt, hogy a vadgazda hogyan végzi a tevékenységét, illetve hogy milyen élőhelye van a vadnak, illetve milyen élőhelyet tud neki biztosítani. Mindenkinek azt ajánlom, aki akár kétkedő, akár nem, akár érdeklődő, akár nem, hogy vegyen a kezébe egy klasszikus vadászírónak egy művét, és ezt olvassa el, mert ők sokkal szemléletesebben és az érzelmekre jobban hatóan le tudják írni ezt az egész kérdéskört, amivel mi most itt foglalkoztunk. Nagyon sok embert tud meggyőzni arról, vagy elbillenteni a mérleg nyelvét, hogy nem az ördögtől való dolog ez, amit mi művelünk odakint az erdőn.